Üdvözlöm a Kultúrcsepp nézőit! 30 éve, január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Fontosságát azonban nem csak ezen a napon éljük meg, nem csak ekkor tudatosítjuk kultúránk jelentőségét. Kultúránk ugyanis az év minden napján meghatároz bennünket, cselekvéseinkben, döntéseinkben. A különböző korok gondolkodói mást és mást értettek a kultúra fogalma alatt, ma is több meghatározás él egymás mellett. Azt azonban biztosan kijelenthetjük, hogy a kultúra soha nem egy statikus jelenség. Az emberiség története során állandó változás jellemezte, mi a közösség pedig aktívan alakítjuk kultúránkat. Vajon hogyan befolyásolja az egyéni cselekvést a közösség kultúrája? Hogyan alakítja a társadalmi tudat és cselekvés a társadalmi kultúrát? Létezik, hogy kultúránk csupán egy képzelt valóság? Egy-egyen se elszigetelt jelenség. Minden egyén egy kisebb, majd egyre nagyobb közösségnek a tagja lesz tudatosan, vagy kevésbé tudatosan. Tehát az, hogy egy családon belül milyen értékeket lát, ez számára meghatározó. Ha a család tartozik egy nagyobb közösséghez, bizonyos típusú társaságban jár el, akkor ezeknek a társaságnak az értékrendje lesz számára meghatározó, és tulajdonképpen minden emberi közösség ebből az alulról történő építkezésből bontakozik ki, és ezért szokták mondani, hogy az otthoni 7 év, amivel kezdődik egy embernek a kultúrája, mert ott alakulnak az alapvető kötődések valamilyen értékrend irányába. Valójában az van, hogy karizmatikus személyek tudnak kultúra formáló tényezővé válni. És ez a karizmatikus egyéneket szokták történelmi személyeknek is nevezni, aki valami olyat tesz, ami miatt megváltozik valami, akár a közösségén belül is. És itt nem feltétlenül arra gondolok, hogy van néhány közismert történelmi szereplő, akiről a tankönyvekben lehet tanulni, hanem mit nem zenészekről, vagy híres sztárokról, filmcsillagokról, meg mit tudom én, bármilyen sport terén kiemelkedő, teljesítménynyújtó emberek, akik azzal, hogy hatásra vannak egy eléggé nagy csoportra, az ő viselkedési formájuk normatívá kezd válni, és módosítja azt a kultúrát, amely van. És akkor ennek köszönhető az, hogy a kultúrák azok folyamatosan változnak. Tehát nem beszélhetünk arról, hogy kialakult egy stabil a bármilyen nemzeti kultúra, vagy európai kultúra, vagy egy keresztény kultúra, vagy bármilyen kultúra, mert ez sosem stabil, mert mindig kerülnek karizmatikus személyek, akiknek a hatására alapjaiban is módosulhat egy kultúrának az értékrendje. Az őskortól kezdődően kimutatható az, hogy a közösségeken belül bizonyos értékrendek kialakulnak, mert az őket körülvevő világra, világból érkező hatásokra adnak egyfajta választ, és ez a válasz kodifikál bizonyos viselkedési formákat, amelyeket már nem is tudatosan követnek, viszont úgy érzik, hogy ez a világ legtermészetesebb dolga. És akkor ez átmegy minden területre. Tehát, hogyha például megnézzük a teremtés mitoszokat, amelyek megvihetek az őskori népeknél, vagy akár az ókori kultúrákban is, mindig a saját nemzetüknek az alapján képzelik el a világnak a teremtését, hogyha valaki mocsaras területen élő törzsről van szó, akkor valami nádból vágják ki az embert, hogyha a germán és törzsfák között van, akkor fából faragják ki Odinnék az első embert, hogyha a sumer térségben a koszka parja ki az Isten a körmarosabból készíti az embert, és ezek folyamatosan megfigyelhetőek, hogy mindig a körzetükből vett példák és adott reakció alapján áll össze valami, és akkor ez egy idő után teljes mértékben természetessé válik, és meghatározza azt az embert, és nagyon furán érzi, hogyha egy másik helyre kerül magát, és hogyha máshol van, akkor fogja tulajdonképpen realizálni azt, hogy az, amit ő értéknek tekint, az az ő kultúrája, és egy másik kultúrával való találkozáskor szembesül azzal, hogy van egy másik fajta kultúra, és ezeket a különbségeket mindaddig, amíg ez a közösség saját magában együtt van, addig nem is igazán érzékeli. A kultúra fogalma a filozófia, a művelődés történet és általában az emberi gondolkodás egyik központi kategóriája, és mint ilyennek rendkívül sokféle megközelítése, értelmezése létezik. A kultúra fogalma állandóan változott az emberi gondolkodás történetében. Ez egy olyan valóságjelenség, ami alapvető, tehát az ember a kultúra által az, aki. Ugyanúgy, ahogy lehet mondani, hogy az ember a szimbólum használó állat, és a szimbólumok teszik emberré, mert az állatoknak állítólag se nyelvük, vagy se beszéd, se szimbólum nincsen. Na de egy, az a meghatározás, ami nekem leginkább tetszik, és ezt szépen felszoktam írni a táblára, ez egy nagyon rövid meghatározás,
egy Lewis nevezetű angol úriembernek a meghatározása, a kultúra nem az, ami, hanem ahogy. Tehát nem az, ami, tehát nem arról van szó, hogy eszünk, és nem arról van szó, hogy élelem, hanem az, hogy újságpapír van az asztalon, és azon szalonnát vágunk, és hagymát, vagy megterítjük, vagy gyertyát teszünk, vagy ezer és ezer formája van annak, hogy étkezés. Ugyanígy a lakásnak, ugyanígy a ruházkodásnak, tehát az ember, amikor elkezd emberként létezni, hát a legelső az végül is a kultúrának a szellemi, tehát kezd meséket mondani, kezd mitoszokat tanítani a következő generációnak, tehát létrehozza azt a mesterséges környezetet, amit amióta technikailag virtuális valóság létezik, azóta azt hiszik, hogy az csak technikailag létezik. Nem, az az ember szellemében léte. A virtualitás alapvetően a kultúra. Nem egy megfogható dolog, a tárgy az megfogható, de a tárgyhoz kapcsolt elképzelések, azok nem megfoghatóak, azok változnak. Ez a nehéz az egészben, hogy a következő generáció ugyanazt gondolja ugyanazokról a dolgokról, és általában az derül ki, hogy a következő generáció nem azt gondolja, hanem átalakul, változik, tehát a kultúra egyszerre valami nagyon stabil és szilárd dolog, és egyszerre egy generációk szerint és a különböző hát földrajzi távolságok szerint, a különböző etnikai nyelvi különbségek szerinti változó valóság. A gondolkodás korábbi történetében általában elválasztották, sőt bizonyos korokban szembeállították egymással a kultúra anyagi és szellemi oldalát. Anyagi kultúraként értelmezve a termeléshez, a létfenntartáshoz és a mindennapi élethez szükséges ismereteket, szellemi kultúraként pedig minden egyebet, tudományt, művészeteket, vallást, jogrendet. Bizonyos filozófiai irányzatok és gondolkodók a szellemi kultúrára a magas kultúra kifejezést is használták. Amivel ő többet tud a múzeum nyújtani az identitását kereső embereknek, az az, hogy őrizzük a tárgyakat magukat. Tehát információt lehet szerezni az identitásunkról könyvekből, irodalomból, történelemkönyvekből, de az, ahogy a Kányádi írja, hogy dörögtek a hitfőn a székely harangok. Ugye az gyönyörű metafora, az ágyukra utal. A Gábor Áron egyetlen ágyúcsövét itt lehet megnézni. Lehet, hogy azt a Gábor Áron nem érintette, de érintette a csapat, a mesterek, akik öntötték, és itt van. Tehát mi lenne, ha nem találták volna meg? Akkor lenne a hat történetiből valószínű, hogy kölcsönkértünk volna egy hasonló ágyút, vagy öntöttünk volna egy hasonló ágyút, és mondtuk, hogy valahogy így nézett ki a gát. De itt van az az ágyú, amit ő, az ő technológiája alapján tudtak önteni a székelyek. Ezért roppant fontos, hogy igazából az identitás keresésnek egy nagyon fontos pillére a tárgy. És önmagában ez sem elég, hiszen kell oda fantázia, kell hit, egy kicsit vissza kell menjünk a gyerekkorba, el tudjuk képzelni azokat a mestereket, ahogyan kivették a forró csövet, ahogyan tették, ahogyan lafettára tették, el kell tudjuk képzelni azt a csatát, ahogyan lőttek velük, volt olyan, amelyik elrepett, volt úgy, hogy nedves marhabőrökkel hütötték, hogy gyorsabban lehessen lőni velük, ne kelljen várni fél órát, órát. Tehát mindez olyan, egy olyan történet, amelyben nagyon fontos a nézőnek az aktív jelenléte. Nem lehetünk passzívak, hogy bejövünk, és azt mondjuk, igen, itt van a Gábor Áron ágyúcsöve, és elmegyünk. Kell aktívan hozzájáruljunk a saját képzeletünkkel, hitünkkel, hogy mi is ez itt. A tárgyaknak aurája van, lelke van, ez nem mese. Tehát szerintem a materializmus azt mondja, hogy de ezek hülyeségek. Ott az a tárgy, az kész, nem? Az emberiség történelme, amióta értelmes lények vagyunk, azóta nagyon fontos ez, hogy bele tudjuk látni a tárgyban. Lelke van, animája van, tehát ez borzasztó fontos, hogy fantáziával és hittel közeledjünk a tárgyainkhoz. Az identitás az tulajdonképpen az embernek az egyik legfontosabb feladata. Ugyanúgy olyan, mint a hit.
Tehát szerintem lehetne élni mind a kettő nélkül, csak hogy kevesebbek vagyunk, biztos, hogy kevesebben vagyunk. Éltem Szorványban, Déva környékén, és láttam, hogy ott, ahol nincs egy magyar ház, ahol nincsenek jó közösségek, a Szorványban borzasztó gyorsan olvadnak be az emberek. A kulturális közeg az meghatározó. Tehát mi Székelyföldön szerencsés helyzetben vagyunk, mert erős intézményeink vannak, meg a közösség is aránylag kompakt, de a Szorványban nagyon gyorsan morzsolódnak le az emberek. Úgyhogy gyönyörű magyar neve van, és nem tud már magyarul. Vagy ha tud is magyarul, nem tudja igazából, hogy mi az, hogy magyar, hiszen nem olvasott egy Petőfi verset, nem tudja, hogy mi történt a magyarokkal, mitől jók a magyarok. És még egy dolog, hogy az identitásnál mi általában mindig valami nagyon pozitív dologra gondolunk, de az identitás része, ezt nem szabad elfelejtsük, a negatívum is. Szembe kell néznünk a hibáinkkal, az, ami a történelem folyamán hátrányunkra volt, de alapvető tulajdonságunk. Tehát én azt hiszem, hogy ezt is korrigálnunk kell. Ugyanúgy, ahogy a Gábor Áron ágyúját sem szabad, hogy a világ legfantasztikusabb technikai. El kell mondani azt is, hogy abban a korban ez nem volt egy csúcs technológia, de csoda, hogy létezik, hogy létezett, hogy meg tudták csinálni. Hogy helyére kell tenni a dolgokat az identitásban is. A kultúra az ebben a változásában az az érdekes, hogy a valóság az igazi változó, és a kultúra ehhez alakul, és ezt próbálja végül is elviselhetővé tenni. Azt lehet mondani, hogy a világ az egy káosz, irracionális, abszurd. A világ az nem egy emberi hely. Akkor kezdődik a kultúra, amikor az ember kezdi emberiként berendezni a világot. Amikor elképzeli, hogy van egy paradicsom, és akkor azzal elkezdődik valami olyan dolog, ami emberi lesz a maga bűnösségével és a maga dicsőségével. És akkor tehát sokféle meghatározás van, Max Webertől, szociológustól eredeztetik azt, hogy a kultúra, vagyis az ember az tulajdonképpen egy leginkább a pókhoz hasonlít, aki létrehoz egy hálót, annak a közepébe betelepedik, és attól kezdve aszerint él, hogy az a háló őt hogy szolgálja ki, és a háló és ő egy szilárd egységet alkot. Az ember létrehozza a fogalmakat, létrehozza a kulturális valóságot, ami egy virtuális valóság, szimbolikus valóság, és ez lesz a realitás. Van egy ilyen, nem nagyon értik, szóval ezek végül is elég nehézen felfogható dolgok, hogy az ember azért valóságos, mert szimbolikus. A valóság az, hogy adnak egy nevet nekünk, és annál erősebb valami, ami meghatároz egy életen keresztül, nem nagyon van. Férfiak leszünk, vagy nők leszünk, és akkor ez miben fejeződik ki, és ezek mind kulturálisan megfogalmazott valóság formák. Nincs kint sehol ez a kövek között, vagy a holdon, vagy máshol, tehát az egész tudományos valóságban azért nem emberi a tudományos. Tehát a világ nem egy emberi hely, az ember próbál ebből egy élhető környezetet kialakítani, a kultúra és a civilizáció, ezek eléggé egymást fedő fogalmak segítségével. A tradicionális kultúra a kultúra fogalmának legősibb, legrégebbi része. A közösségi alkotáshoz, a hagyományok megőrzéséhez kapcsolódik. A kultúra a kapitalizmus előtti időkben tulajdonképpen ebből állt. A közösség által a közösség számára létrehozott alkotásokból, melyek a közösség hagyományőrző ereje által fennmaradtak. Mai kultúránkban már csak egy meglehetősen szűk területet, a folklorisztikus népi hagyományokat értjük alatta, melyek kétségkívül fontos részét képezik a kultúrának, de nem meghatározóak a modern társadalomban.
Tehát ez teljesen egységes kultúra kialakulása azért nem lehetséges, mert nem annyira intenzív a találkozás az európai emberek között. Tehát igaz, hogy globalizálódunk, és az elektronikus média, meg mindenféle más lehetőség felgyorsítja, vagy bonyolultabbá és gyakoribbá teheti a tényleges találkozásokat, aminek az eredményeként nyilván, hogy egységesülőbb ez a kultúra, viszont az európai térség túlságosan nagy ahhoz, túlságosan sok emberből tevődik össze, hogy azt mondhatjuk, hogy van valaki, aki karizmatikus személyként a teljes európai kultúrára hatást tud kiváltani. Tehát mindenképpen egy kultúra akkor tud változni, amikor találkozik egy másikkal, vagy egy karizmatikus vezető hatására módosulások állnak be. Na most a mai világunkban én nehezen tudom elképzelni, hogy lenne olyan tényező, amely az összes európai embert megérinteni. Tehát ez azért nehéz. Az, hogy valamennyire hasonlóbbá válik, és sokkal több közös felület van, és egyre inkább otthon érezzük magunkat különböző európai országokban, mert a mi kultúránkhoz hasonló dolgokat találkozunk, ez tény. Viszont ettől eltekintve mindig megmaradnak azok a helyi sajátosságok, amelyekre azt mondjuk, hogy ez a mi kultúránk, és a szóhasználatunkban is megőrizzük ezt a kötődést, amikor például a hagyományokat látunk, azt mondjuk, hogy népviseletbe öltözünk. Ez egyébként nagyon érdekes, hogy mikor öltözünk népviseletbe, mert hogy népviseletbe öltözünk, akkor gyakorlatilag egy korábbi korszakban, a középkor folyamán kialakult öltözetbe öltözünk, ami akkor a népnek a viselete volt. A mai népnek a viselete, hogyha megnézzük a fiatalokat, ez egy teljesen más viselet, és lehet, hogy majd egy pár száz év múlva a régiség miatt aztán, hogy ez lesz akkor majd az európai népviselet, a szakadtan, vagy ehhez hasonló, mert tulajdonképpen miért nevezzük ezt az egészet népviseletnek? Azért, mert a nép ezt viseli, ezt viselte, tehát hol lehet ezt megfogni? Tehát ezért mondom, hogy ezek a közösségek gyakorlatilag a saját sajátosságaikra valahogy próbálnak ügyelni. Tehát a kultúrák találkozása közepette is megpróbálják megmutatni, hogy jó, ez mind az a közös, ez rendben van, de nekünk még van ez. És akkor ez a gyökerünk, ez nekünk fontos, és ezért van egy reneszánsz a hagyományápolásnak, a lovas kultúrának, lovási eszapnak, és minden népnél megjelennek ezek a visszatérések, hogy mutassuk meg, hogy azért van egy közös gyökerünk, mert a globalizációban egy kicsit érződik, hogy felszívódik az ember, elveszíti a sajátosságát, elveszíti az egyéniséget, és éppen ezért ezek közösek nagyon próbálnak ügyelni arra, hogy valami kötődés azért maradjon a hagyományos régi értékekhez. Tehát van egy pár olyan személy, aki aktívabban járul hozzá a kultúra változásához. Viszont az, hogy ez a kultúra változó, mert ebben tényleges szereplő kell legyen az egyszerű, hétköznapi szürkességben elbújó ember is, mert hogyha ő maga nem azonosul egy változással, akkor az a kultúra már nem az övé. És egy kultúra akkor lesz egy közösség, hogyha annak minden tagja sajátjának fogja érezni. És akkor ennek a történetnek a folytatásaként azt is látjuk, hogy egy-egy bizonyos típusú kulturális érték nem tud változni. Tehát például nagyon nehezen, vagy szinte soha nem mond le egyetlen nép sem a temetkezési szokásairól. Ez egy olyan alapvető ritus, amit nem tud módosítani. Tehát lehet, hogy már nem beszéli a nyelvet, nem ismeri a népének a kultúráját, a múltját, történelmét, el van szigetelve, de a temetési szertartásában nagyon ragaszkodik azokhoz a szimbólumokhoz, amelyek abból a közösségből származnak, ahonnan ő érkezik. Ezért a történelem folyamán nagyon könnyű például a régészek vagy az őskor kutatói számára is nyomon követni egy népnek a mozgását, mert vagy kurgános temetés van, vagy hamvasztás van, vagy valamilyen más típusú temetkezési forma van, és akkor nagyon jól látható, hogy ez a közösség, amely valahol egységért, vagy egy azonos kultúrával kezdett rendelkezni, ez a közösségnek az útja merre vezetett. Mert a temetkezésből ezt nagyon jól nyomon lehet követni, de ehhez hasonlóan van több minden, amihez ragaszkodunk a mindennapi élet ritusaiból, és ezek szoktak időnként konfliktust is okozni, amikor két idegen kultúrából érkező ember például házasságot köt, és akkor a házasság kötése ritusa, vagy a gyereknek a beavatási ritusa, amit nálunk persze keresztelésnek nevezünk, de most, hogyha minden kultúra beszélünk, akkor vannak más beavatási ritusok, és akkor ezek közül melyik legyen a dominánsabb, melyik az igazi ünnep a család számára, mert ezek a legesleg mélyebben
bennünk levő, belénkódott kulturális értékek, és ezekről tényleg nem tudunk tudatosan, viszont nagyon mélyen ott vannak. Hogyha bárki visszagondol arra, hogy ő el tudná-e képzelni például az esküvőjét egy buddhista szertartás szerint, vagy tudná a gyerekét eltemetni egy indiai szokás szerint, akkor érezni fogja, hogy valahol na, itt ez az a határ, amit már nem tudok túlélni. Mi együtt tudok vele elmenni, szorakozni, jól érezzük, egymás zenére tudunk táncolni, tehát ezek mind beleférnek, és a nyitottságnak a része, de vannak azok a pontok, ahol azt mondom, hogy na, ez már sok. Egy keresztény Európában a legkönnyebb a kereszténység példáját hozni, hiszen a kereszténység az egy alapjaiban változatta meg a római birodalmon belüli gondolkodást, és a római birodalomnak a bukása után tovább megy ez a keresztény kultúra, amelynek a hatásaként a letelepedő vándornépek kultúrája is gyökeresen fog megváltozni, de ez a változás nagyon érdekes, mert egy ellenhatással is van magára a kereszténységre, hiszen a keresztény ritus is változik az a következtében, hogy mikor éppen milyen kultúrába épül be, éppen melyikkel találkozik. És itt több példát lehetne hozni, egyet mondok, csak a nyugat és a keleti liturgiának a kialakulási folyamata. Az a keleti térség, ahol a sivatagosodásnak a folyamata sokkal gyorsabb volt, ahol többet foglalkoztak a kecskepásztorkodással, gyökerekig rágták ki a növényeket, és ez beint az a sivatagosodási folyamat. Ott egy ilyen misztikus a szemlélet indul el, a keleti kereszténységnek a remetei szerzetesei azok egy ilyen kontemplatív formában éltek, és akkor ennek eredményeként ott az időérzék elcsúszik, nem számít, hogy milyen hosszú a liturgia. Nagyon fontos számukra minden a misztikus elem, ami a megélt hit jelentőséget tudja fokozni, és akkor ezért több a füst, több az ének, több a képi megjelenítés, sokkal fontosabbak az ikonok, mint a nyugatiba, ahol egy konkrét fizikai térbe behatárolt fák között, ciklák között kialakuló remetetelepek, stb. És akkor kialakul az, hogy ugyanaz a kereszténységnek a liturgiája nyugaton egy órába belefér, és nagyon pontos, precíz a menetrendje, tehát ezen végig lehet menni, míg a keleti az ugye elhúzódik, és egy teljesen más jellegűvé válik, és ez mutatja, hogy hogyan hatod ez a kettő egymásra. De ez a példa, ez tovább megy, amikor a missziók beindulnak, és afrikai kultúrákat, távol keleti kultúrákat találkozik a kereszténység, csak a jezsuita rend ezt nagyon szépen fel is ismertes az akkommodációs módszernek a segítségével. Be is építi ezeket a kulturális elemeket, mert hogy egy emberhez akkor lehet tulajdonképpen közel kerülni, ha a sajátjának kezdi érezni azt, ami érkezik, és akkor, hogyha a saját kultúrájának az elemeit felismeri abban a kultúrában, amelyik feléje közeledik, akkor sokkal könnyebben megtalálja a találkozást. És ezért van az, hogy a kultúrák együttélésére mindig is van lehetőség, csak egyfajta nyitottságra van szükség, amelyben nem valamelyik kultúra akarja dominálni a másik kultúrát és teljesen megszüntetni, hanem a másik kultúrával együttesen, közösen kezd valamit alkotni, és akkor ebből az együttesből lesz egy nagyon sajátos egyedi kultúra. És ilyen szempontból számomra nagyon szép az erdélyi transzilvanista példa, hiszen itt gyakorlatilag a különböző mesterséggel sakármiktől eltekintve, amikor ők megpróbálnak ellentéteket is kialakítani, itt hagyománya volt ennek az együttélésnek. Az együttélés létrehoz egy olyan sajátos erdélyi kultúrát, amelyik a magyar erdélyi számára se ugyanolyan, mint egy magyarországi magyar kultúra, és egy erdélyi román számára se olyan, mint egy havasalföldi, olténiai, vagy bármilyen más román kultúra, mert ezek egymásból érthetőek. Tehát már erre is, ha például egy példával élnék, ott van a világítás, ami a katolikus szokásként jelent meg, viszont az együttélés eredményeként Erdélyben mindenki elmegy világítani, a románok is, ami nem ismert szokás már a Kárpátokon túl, mert ez a kapcsolat hiányzott, és éppen ezért nem is kerülhetett sor arra, hogy egy a kultúra színesebbé váljon a találkozások révén. Köszönjük ma esti figyelmüket, Kulturcseppel legközelebb jövő csütörtökön este 8:30-tól jelentkezünk. 100 évvel ezelőtt hunyt el Ady Endre, aki a magyar irodalmat mindmáig meghatározza. Jövő csütörtökön ráemlékezünk.